A bejelentések a napokban csaknem Tolna vármegye teljes területéről érkeztek. Az úgynevezett unokázós csalásokhoz hasonló módszer továbbra is népszerű. Ennek a módszernek a lényege az, hogy vezetékes telefonon hívták fel a gyanútlan áldozatokat, és azt mondták nekik, hogy valamelyik családtagjuk bajba keveredett, egy ügyvédre hivatkozva történtek meg ezek a telefonhívások, hogy a rendőrök bevitték a rokonukat, és csak akkor fogják szabadon engedni, akkor tudja az ügyvéd elintézni, hogy a komolyabb összegeket adnak. Nagyon sokan szerencsére nem dőltek be ennek a mesének, azonban volt sajnos egy szexárdi áldozat, aki közel 7 millió forintot adott át a csalók részére, vagyis küldött el a csalók részére, ezzel 5-7 millió forinttal károsították meg. Vannak olyan simlisek, akik különböző pénzintézetekre hivatkozva akarnak átverni embereket. Ennek a rendszernek továbbra is sokan áldozatául esnek. És ennek az egész átverésnek az a legdurvább következménye, hogy ezeknél az eseteknél a bankszámlánkhoz hozzáférve valamennyi pénzt leveszik az ember számlájáról, de tulajdonképpen az egész életének a megtakarítását elveszik tőle, itt több millió forintokról beszélünk. Most már nem csak magánszemélyeket, hanem cégeket is megkeresnek hasonló módszerekkel. Egy bonyhádi vállalkozástól 15 millió forintot vettek el, hiszen hozzáfértek a kártya és bankszámla adatokhoz. Az előbb említett esetben feltehetően vagy online telefonkönyvből, vagy pedig rendes lapozható telefonkönyvből random módon hívják fel az embereket, és random hivatkoznak családtagokra. Aki figyelmes, és azt mondja, hogy nekem nincsen unokám, vagy nekem nincsen lányom, nincsen fiam, és figyel, akkor őt nem fogják tudni átverni. De sajnos az a tapasztalat, hogy ilyen esetekben az embernek egy kicsit beszűkül a tudata, hogyha azt hallja meg, hogy a családtagjával probléma van, és valami baj történik, akkor nem feltétlenül gondolja azt, hogy a vonal túlsó végén csalókkal van dolga, hanem azt gondolja, hogy valóban vagy hivatalos személy, vagy egy ügyvéd az, aki őt megkeresi. Ha beszűkül a tudatállapot, akkor annak meg az a következménye, hogy az ember olyat is megtesz, amit egyébként tiszta tudatállapotában nem tenne meg. A szóvívő hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy abban az esetben, ha olyan hívást kapunk, miszerint családtagunkkal valami történt, akkor bontsuk a vonalat, hívjuk fel közeli hozzátartozónkat, és győződjünk meg róla, hogy valóban bajban van-e. Hogyha banki csalókról beszélünk, akik pedig pénzintézetek nevében hívják fel az embereket, ott pedig szintén ugyanez a javaslatunk, hogyha valaki bankra hivatkozva mondja, hogy gyanús tranzakciókat tapasztalnak a számlánkon, akkor rögtön köszönjük meg a tájékoztatást, és mondjuk el, hogy hamarosan be fogunk menni a saját bankunkba, és majd ott személyesen intézzük az ügyet. Itt is az esetek 100%-ában meg fog szakadni a vonal, és innentől nem fognak bennünket a csalók hívni. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a különböző pénzintézetekkel együttműködve próbál fellépni a csalók ellen.